lévén annak okáért nagy főpapom, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek a fia, ragaszkodom a megvallásomhoz. Figyelek az én megvallásom apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, mert szívvel hiszek az igazságban, szájjal teszek pedig vallást az üdvösségre. Mert Isten beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Mert Istennek ígérete, valamennyi ígérete, ő benne lett igenni, és ő benne lett ámenni Isten dicsőségére, mi általunk. Én pedig befogadtam Jézust, így hatalmat kaptam, és Isten fia lettem. Én, aki az ő nevében hiszek, én, aki nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtem. Azért én Krisztusban vagyok, új teremtés vagyok. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Minthogy pedig fia vagyok, kibocsátotta Isten az ő fiának szellemét az én szívembe, aki ezt kiáltja, Abba, azaz Apa, Apu, Atya. És én nem kaptam a szolgasság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptam, aki által kiáltom, Abba, azaz Apa, mennyei atyám, mennyei édesapám. Ez a szellem bizonságot tesz az én szellememmel együtt, hogy én Isten gyermeke vagyok. Ha pedig gyermeke, örököse is. Örököse Istennek, örökös társa pedig Krisztusnak. Vele együtt szenvedünk, vele együtt dicsőlünk meg. Én igaz ember vagyok, tehát hitből élek. Én nem hátrálok meg, mert abban nem gyönyörködik az Úr, hanem én nem a meghátrálás embere vagyok, hogy elveszek, hanem a hité és életet nyertem. Én hiszek a fiúban, és örök életem van. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia. Én, aki hallom Isten beszédét, és hiszek annak, aki Jézust elbocsájtotta, és hittem, és hiszek, ezért örök életem van, és nem megyek kárhozatra, hanem átmentem a halálból az életre. Jézus a feltámadás és az élet. Én pedig hiszek ő benne, ezért aki hisz ő benne, ha meghal is, él. És én élek és hiszek ő benne, és soha meg nem halok. Én tudom, hogy átmentem a halálból az életbe, mert szeretem az én atyám fiait. Most Isten gyermeke vagyok, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszek. De tudom, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonló leszek ő hozzá, mert meg fogom látni őt, amint van. És bennem
megvan ez a reménység ő iránta, és megtisztítom magam, amiképpen ő is tiszta. És várom az ő fiát az égből, aki feltámasztja, akit feltámasztott a halálból, Jézust, aki megszabadít engem az eljövendő haragtól. Ki elváltoztatja az én nyomorúságos testemet, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, az ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Isten pedig az én hozzám való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnös voltam, Krisztus értem meghalt. Minek utána azért most megigazultam az ő vére által, sokkal inkább megtartatom a harag ellen ő általa. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szerelme kitöltetett a szívembe a Szent Szellem által, aki adatott nekem. Mit mondok azért ezekre? Ha Isten velem, kicsoda ellenem? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt értem odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent én nekem? A szeretetben meggyökerezek és alapot veszek, és megértem minden szentekkel együtt, hogy mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága Isten jóságának. És megismerem Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, és eképpen beteljesedek Istennek egész teljességéig. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Én szeretem őt, mert ő előbb szeretett engem. De mindezekben felettébb diadalmaskodom azáltal, aki engem szeretett, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el engem Isten szerelmétől, amely az én Uram Jézus Krisztusban van. Én ismerem az ő parancsolatait, és megtartom azokat, és szeretem őt. És mivel, hogy szeretem őt, szeret engem az Atya. És Jézus is szeret, és kijelenti magát nekem. Mivel, hogy szeretem őt, megtartom az ő beszédét, és az Atya is szeret engem, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Én szeretem az Istent, és szeretem a magam Atya fiát is. Atya fiait. Szeretem az Urat, az én Istenemet, teljes szívemből, teljes lelkemből és teljes elmémből. És szeretem fel a barátomat, mint magamat. Hiszen Jézus azt mondta, hogy két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Arról ismeri meg mindenki, hogy Jézus tanítványai vagyunk, ha egymást szeretjük. Szeretet, hosszú tűrő, kegyes,
szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfed, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fagy. Jézus az én bűneimet maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljek, és az ő sebeivel meggyógyultam. A bűneimért halálra adatott és feltámasztatott az én megigazulásomért. Halleluja. Világosságban járok, amint ő maga a világosságban van, és közösségem van a testvérekkel, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minden bűntől. Megigazultam azért hitáltal, békességem van az Atyával, az én Uram, Jézus Krisztus által. Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve, ezért élek pedig többé nem én, hanem Krisztus él bennem. És amely életet pedig a testből most élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát odaadta, én érettem. Nincsen saját igazságom a törvény cselekedeteiből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Nincsen azért már semmi kárhoztatásom, azaz nincs ellenem semmilyen vádlóítélet, azért, mert Krisztus Jézusban vagyok. Szellem szerint járok, nem test szerint. Kicsoda vádolja Isten választottait, kicsoda vádol engem? Isten? Ő nem, hiszen ő az pontosan, aki megigazított. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus nem, hiszen ő az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki Isten jobbján van, aki esedezik is, értem. Én igaz ember vagyok, az igaz ember pedig a hit által él, ezért én a hitem által élek. Az Úr szemei rajtam, mint igazon vannak, van, és az ő fülei kiáltásaimon van. Ha én kiáltok, mint igaz, az Úr meghallgatja, és minden bajomból kiment. Lehet, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr, engem is kiment az Úr valamennyi bajomból. Én virágzom, mint igaz, mint a pálmafa, növekedek, mint a cédrus a Libánonon. Plánta vagyok az Úr házában, az Isten tornácaiban virágzom. Még vénkorban is gyümölcsözöm, élettel teli és zöldelő vagyok, hogy hirdessem, hogy igazságos az Úr, és hogy nincsen hamisság benne. Az igaz a ösvénye pedig olyan, az én ösvényem olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Igazság által vagyok erős, nem gondolok a nyomorral, mert nincsen mit félnem, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzám. És összegyűlvén összegyűlnek ellenem, az nem az Úrtól van. Aki ellenem összegyűl, elesik általam.
Egyetlen ellenem készült fegyver sem lehet jó szerencsés, s minden nyelvet, amely ellenem perbe száll, kárhoztatok. Ez az Úr szolgáinak öröksége és az ő igazságuk, ez az én örökségem és az igazság, mert az Úrtól van, mondja az Úr. Jézus vére, az új szövetség vére, mely kiontatott, érettem a bűnöknek a bocsánatára. Jézus megszabadított engem a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának országába, akiben van a váltságom az ő vére által, bűneimnek bocsánata. Tudom, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattam meg az én atyáimtól örökölt hiábvaló életemből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Krisztus pedig megjelent értem, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és trúkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer, s mindenkorra a szentébe örök váltságot szerezve nékem, mert ha a bakoknak és a bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintve, megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztus vére, ki örökké való szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek. Érettem. Megtisztítja az én lelkiismeretemet, megtisztította a holt cselekedetektől, hogy szolgálok az élő Istennek, szolgáljak, ezért új szövetségnek a közbejárója ő, hogy meghalt az első szövetségbeli bűnök váltságáért, én, mint hivatott, elnyerjem az örökké való örökség ígéretét. Így pedig az idők végén csak egyszer jelent meg, és egyszeri áldozatával örökre eltörölte a bűnt. És én Jézustól hallottam az üzenetet, és hirdetem, hogy Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. Ha azt mondom, hogy közösségem van vele, és sötétségben járok, hazudok, és nem az igazságot teszem. De én világosságban járok, amint ő maga világosságban van, közösségem van a testvérekkel, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának a vére megtisztít engem minden bűntől, és megtisztított engem minden bűntől. Ezért járulok az új szövetség közbejárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábelnek a vére. Én segítségül hívtam az Úrnak a nevét, tehát megtartatom. És akármit kérek az ő nevében, megcselekszi azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. És valamit kérek Jézusnak a nevében, ő megcselekszi azt. És ez az a bizalom, amellyel ő iránta vagyok, hogyha kérek valamit az ő akarata szerint, meghallgat engem. És az ő nevében való hitáltal erősítette meg az ő neve ezt, akit látok és ismerek, és a hit, amely ő általa van, adta neki ezt az épséget szemem láttára. Annak okáért Isten felmagasztalta őt, Jézust, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Én
hitek, és megkeresztelkedtem, bemerítkeztem, üdvözülök. Engem pedig, aki hiszek, ilyen jelek követnek. Jézus nevében démonokat űzök, új nyelveken szólok, kígyókat veszek föl, és ha valami halálos iszok, meg nem árt nekem, betegekre teszem kezeimet, és azok meggyógyulnak. Betegségeimet ő viselte, fájdalmaimat hordozta. Megsebesítetett bűneimért, megrontatott vétkeimért, békességem büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultam meg. És nem bocsájt az Úr rám egyet sem a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsájtott, mert ő az Úr, az én gyógyítom. Aki megbocsátja minden bűnömet, meggyógyítja minden betegségemet. Kibocsátja az ő szavát, és meggyógyít engem, és kiment a veremből. Testem fiatal, erőtől duzzad, újra kezdem ifjúságom napjait, hiszen Isten könyörült rajtam, és azt mondta, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. Ő vette el az erőtlenségemet, és ő hordozta a betegségemet. Aki a bűneimet maga vitte fel a testében, a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljek, élek, akinek sebeivel gyógyultam meg. Megszabadulva ellenségeim kezéből, félelem nélkül szolgálok neki, szentségben és igazságban, ő előtte, életem minden napján. És engem, aki halott voltam a bűnökben, és a testemnek körülmetéletlenségében, megelevenítette együtt ő vele, megbocsájtotta minden bűnömet, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenem szóló kézírást, azaz a vádiratot, amely ellenemre volt nekem, és azt eltette az útból, odaszegezte a kereszt fára. Lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vett rajtuk. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszólította azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Íme, kaptam hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapossak, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nekem. De nem azon örülök, hogy a lelkek nekem engednek, hanem inkább azon örülök, hogy a nevem fel van írva a mennyben. Jézus nevére minden tér meghajol, mennyieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére, engem pedig az a jel követ, hogy az ő nevében démonokat űzök, és igazság által vagyok erős, nem gondolok a nyomorral, mert nincs semmit félnem, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzám. Ha összegyűlvén összegyűlnek, az nem ő tőle van, aki ellenem összegyűl, elesik általam. Egyre nem készült fegyver sem lehet jószerencsés, sem lesz jószerencsés. Minden nyelvet, amely ellenem perbe száll, károsztatok, ez az örökségem, mint az Úr szolgájának, és az igazságom, ami az Úrtól van, így szól az Úr, mert nem fog a varázslás rajtam, sem a jövendő mondás. Krisztus megváltott engem a törvény átkától, átokká lett értem, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ.
Így Ábrahám áldása Krisztus Jézusban van rajtam, a szellem ígéretét elnyertem hitáltal. Én pedig Krisztusé vagyok, Ábrahám magva vagyok, és ígéret szerint örökös vagyok. És az ígéret az, hogy nagy nemzetté teszlek többek között, és megáldalak téged, és felmagasztalom a nevedet, és áldás leszel, és megáldom azokat, akik tégedet áldanak, és akik tégedet átkoznak, megátkozom azt, és megáldatnak a te benned a föld minden nemzetségei. És aki engemet átkoz, azt megátkozza az Úr, aki engemet áld, azt megáldja az Úr, és megáldatnak bennem a föld minden nemzetségei. Én imádkozom azokért, akik esetleg átkozódnak, hogy könyörülj meg rajtuk, Uram, megtérés kegyelmével, hogy ne azt arassák le az átkot, hanem meg tudnak térni ebből. Hiszen az új szövetségben az volt a mondásod, hogy még az ellenségénkkel is imádkozzunk, akik üldöznek esetleg. Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a mezőben, áldott minden, áldott a földem gyümölcse, barmom gyümölcse, tejeneimnek fajzása, juhaim ellése, áldott a kosaram, áldott a sütőteknőm, áldott a bejöttem, áldott a kimenetelem, az Úr megszalasztja előttem ellenségeimet, akik rám támadnak, egyúton jönnek ki rám, hét után futnak előlem, áldást parancsolt mellém az Úr a csűrjeimben, és mindenben, amire ráteszem a kezemet, és megáldott engem az Úr azon a földön, amelyet az Úr, az Istenem adott nekem, és az Úr felkészített magának szent népé, amiképpen megesküdött nekem, és megérti majd a föld minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetem, és félnek tőlem, és bővölködővé tett az Úr minden jóban, barom gyümölcsében, földem gyümölcsében, azon a földön, amelyen felül megesküdött az Úr, megnyitotta az Úr az ő drága kincses házát, az eget, hogy esőt adjon földemnek alkalmas időben, és megáldja kezemnek minden munkáját, kölcsönt adok, és én pedig nem veszek kölcsönt, és fejített engemet az Úr, és nem farokká, mindinkább fejebb valóvá tett, és nem alább valóvá. Hallgatok az Úrnak, az Istenemnek parancsolataira, amelyeket ő parancsol nekem, hogy tartsam meg, és teljesítsem azokat. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha halál árnyékának völgyébe járnék is, nem félek a gonosztól, mert velem van. Veszély és botja vigasztalnak engem, asztalt terít nékem, az ellenségeim előtt elárasztja a fejem olajjal, csordultig van a poharam. Jósága és kegyelme követnek engem életem minden napján, az Úrházában lakozom hosszú ideig. Mert nem haragra rendelt engemet az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzek, Uram Jézus Krisztus által, aki meghalt értem, hogy akár ébren vagyok, akár alszom, együtt éljek ővele. Felgerjesztem az Isten kegyelmi ajándékát, amely bennem van, mert nem a félelemnek szellemét adta nekem az Isten, hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak szellemét. Nem félek, mert az Úr velem van, nem csüggedek, mert az Úr az én Istenem, megerősít, sőt megsegít, és igazsága jobbjával támogat. Íme megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellenem, semmivé lesznek és elvesznek, akik velem perlekednek. Keresem őket, és meg nem találom a velem versengőket, megsemmisülnek teljesen, akik engemet háborgatnak, mivel az Úr az én Istenem, aki jobb kezemet fogja, és aki ezt mondja nékem, ne félj, én megsegítelek. Nem félek, mert megsegít az Úr, szól az Úr, az én megváltom Izrael szentje. Azt mondja, azt mondom, hogy nem félek, csak hiszek, mert megtartatok. A hitem megtartott engem, és békességgel megyek el. Én a felségesnek rejtekében lakozom,
a mindenhatónak árnyékában nyugszom. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, te benned bízom. Mert te szabadítasz meg engemet a madarásznak a töréből, a veszedelmes dögvésztől, tollaiddal befedezel, szárnyaid alatt van oltalmam, pajzs és páncél a te hűséged. Ezért nem félek az éjszakai ijesztéstől, a nappal repülő nyíltól, a dögvésztől, amely homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít, hozzám nem is közelít, hogyha elesnek mellem ezzel jobb kezem fölött 10 000-en, szemeimmel nézem, meglátom a gonoszoknak megbüntetését, halleluja! Mert azt mondtam én, az Úr az én oltalmam, a felségest választottam hajlékommal, nem illet engemet a veszedelem, és csapás nem közelget a sátoromhoz. Az ő angyalainak parancsolt felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamban. Kézen hordoznak engem, meg nem ütöm lábamat a kőbe, oroszlánon és espiskígyon járok, megtaposom az oroszlán kölyköt, a sárkányt, ragaszkodom hozzá, ezért megszabadít, felmagasztal, mert ismerem az ő nevét. Segítségül hívom őt, ezért meghallgat, velem van háborúságomban, megment és megdicsőít engem. Hosszú élettel elégít meg, és megmutatja nekem az ő szabadítását. Hat bajomból megszabadít, 7. sem illet a veszedelem, az éhínségben megment a haláltól, háborúban a fegyveres kezektől, a nyelvek ostora előtt rejtve vagyok, és nem kell félnem, hogy a pusztulás rám következik. Bekötöz, kezei meggyógyítanak, pusztulást és drágaságot nevetem, és a fenevadaktól se félek. A mezőn való kövekkel is frigyem van, és a mezei vad is békességben van velem. Az Úr angyala tábort jár körülöttem, és kiszabadít. Érzem és látom, hogy jó az Úr, boldog ember vagyok, mert ő benne bízom. Félem az Urat, szentje vagyok, őt félem, nincs fogyatkozásom. Segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábam inogjon, nem szúnyad az őrizöm. Nem szúnyad és nem alszik el, őrizöm. Az Úr az én őrizöm, az én árnyékom a jobb kezem felől. Nappal a nap meg nem szúrt engem, éjjel a hold meg nem szúr engem. Az Úr megőriz minden gonosztól, megőrzi a lelkemet, megőrzi az Úr ki- és bemenetelemet, mostantól fogva mindörökké. Dicsérem az Urat, Istenemről énekelni jó, ő dicsérni gyönyörűséges, illendő dolog, meggyógyítja megtört szívőket, bekötözi sebeiket, építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izrael előzetteit, elrendeli a csillagok számáit, mindnyájukat nevéről nevezi, nagy az én Uram, és igen hatalmas, bölcsességének nincsen határa, megtartja az Úr a nyomorultakat, a gonoszokat földig megalázza. Énekelek az Úrnak hálaadással, pengetek hárfát az én Istenemnek. Beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, füvet sarjaszt a hegyeken. Megadja táplálékát a baromnak, a hollófiaknak, amelyek kárognak. Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszereiben gyönyörködik. Az ötfélékben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Gyönyörködik bennem az Úr, mert félem őt, és kegyelmében reménykedek. Elmenvén széles világra hirdettem az evangéliumot minden teremtésnek.
és Jézust feltámasztotta Isten, aminek tanúbizonysága vagyok. Vettem erőt, minek utána a Szent Szellem eljött rám, és tanúja vagyok Jeruzsálem, illetve tanúja vagyok, és testvéreim, mert tanúk vagyunk a Földnek mind végső határáig. Mindez pedig Istentől van, aki mi engem magával megbékéltetett, és nekem adta a békéltetés szolgálatát, mint ahogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekünk az a bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztussal járok tehát követségben, mintha Isten kérne általam, Krisztusért kérem, béküljenek meg az Istennel, mert azt, aki bűn nem ismert, bűnné tette, értem, hogy Isten igazsága vagyok, mert azt, aki bűn nem ismert, bűnné tette, értem, és én Isten igazsága vagyok, ő benne Krisztusban. Én vagyok az Úr tanúja, így szól az Úr, és szolgálja, akit elválasztott, hogy megtudjam, és higgyek, és megértsem, hogy ő van. Előtte Isten nem alkottatott, és utána nem lesz. Ő az Uram, és rajta kívül nincsen szabadító. És én vagyok ennek tanúja, így szól az Úr, hogy ő Isten. Hála pedig Istennek, aki mindenkor diadalra vezet engemet a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általam, mert Krisztus jó illata vagyok Istennek mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Nem olyan vagyok, mint sokan, akik meghamisítják Isten igéjét, hanem tisztán, sőt, szinte Istenből szólok Isten előtt Krisztusban. Ilyen bizodalmam pedig Isten iránt Krisztus által van. Nem, mint a magamtól volnék alkalmas valamit gondolni, úgy magamból ellenkezőleg alkalmas voltam az Úrtól van, aki alkalmassá tett engem arra, hogy új szövetség szolgálja legyek, nem betűjé, hanem szellemé. Halleluja, mert a szellem megelevenít. Lemondok a szégyen takargatásáról, mint akik nem járok ravasságban, és nem is hamisítom meg az Isten beszédét, de a nyilvánvaló igazsággal kellettem magamat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Csak azoknak leplezett az örömhírem, örömhír, akik elvesznek, akikben e világ Istenem megvakította a hitetlen elméjét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe, mert nem magamat prédikálom, hanem az Úr Jézus Krisztust, magamat pedig, mint szolgámat, mint szolgát a Krisztusért. És megismertem őt, megismertem az igazságot, és az igazság szabaddá tett engem. Én az igazságból vagyok, hallgatok az ő szavára, mert ő azért született, és azért jött, hogy bizonságot tegyen az igazságról. Ismerem őt, és az ő beszédét megtartom.